Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, Önök a Születtem Magyarországon című könnyű zenei műsorunkat látják 2015. január 24-én szombaton, a pontos idő 20 óra 30 perc. Január 23-án Békésvárosában jártunk, ugyanis a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap keretében meghirdetett Cseh Tamás program, vidéki könnyűzenei klubok programjait segítő alprogramjára. A tegnapi napon a Pankasztik zenekar egy igazán különleges zenei csemegével várta a közönséget Békésen. A csapatot egyébként beválogatták a Dal 2015 versenybe, ahol 350 dal közül 30 fog versengeni a bécsi döntőn való szereplés jogáért. Békésvárosában tegnap első alkalommal mutatkozott be a zenekar. Program keretében a Pankasztik zenekar lép fel a mai napon Békésen. Hogyan tudnád bemutatni a zenekart, milyen stílusú zenét játszanak? Pankasztik zenekar Budapestről érkezett hozzánk, az a különlegességük, egy hölgy énekessel állnak föl, és ő békési származású. A zenekar Django Swing popos zenét játszik, virtuóz zenészek vannak, illetve egy könnyebben emészthető dallamos ének van a zenekar élén. Nagyjából így tudnám jellemezni a zenekar stílusát. Legközelebb milyen programmal várjátok az érdeklődőket? A következő koncert február 7-én szombaton lesz itt nálunk, mikor is a Hungaridim zenekar érkezik Békésre. Az ő énekesük is békési, a stílusuk elég vegyes, a népzenétől a funky, a rap, illetve a popos hangzás is megtalálható. Nagyon jó kis csapat, fiatalos, ütős, szókimondó, úgyhogy várunk mindenkit rá nagyon sok szeretettel. Emellett a Cseh Tamás program keretében milyen zenekarokat láttok még vendégül Békésen? Januártól egészen május végéig érkeznek hozzánk a zenekarok. Márciusban egy kis pihenőre megyünk, de akkor is rengeteg rendezvény lesz itt a Kulturális Központban. Többek között a pályázat keretén belül itt lesz ugye a Hungaridim zenekar, a Pribojszki Mátyás trió, ő ugye világhírű szájharmonika művész, egyébként Békés Csabai származású, de most Pesten, illetve pesti zenekara van. Áprilisban jön hozzánk Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor gitárduója, illetve májusban az Oral zenekar, illetve Petruska András, ő is egy nagyon virtuóz gitárjátékáról ismert zenész, illetve Kopikon regi zenész lesz a vendégünk. A Cseh Tamás program keretében Békésen a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban ad egy különleges koncertet a Pankasztik zenekar. Hogyan tudnád bemutatni nekünk a zenekart? Kik a tagok? A zenekarnak a lényege, hogy akusztikus zenét játszunk, saját számokat írunk, Kálmán Tamás segítségével meghangszereljük akusztikus hangszerekre, ami azt jelenti nálunk, hogy van cimbalom, van klarinét, van két gitár, azon belül is az egyik Django gitár, francia manus gitár, valamint bőgő és ének, és az új stílus, amit mi úgy hívunk, hogy Django pop, ez egy különleges dolog, mivel az alapvető stílus az a francia manus swing, és erre építettük rá a könnyedebb hangzásvilágot és a könnyedebb szövegeket, amivel talán egyre több ember fogja megismerni, hogy mi is az a Django és mi is az a francia manus swing. Te vagy a zenekar énekesnője, rajtad kívül kik még a zenekar tagjai? A cimbalmos Csurkulya József, a klarinétos Seres Vilmos, a bőgős és egyben zenekarvezető Lombos Pál, és a két gitáros Kardos Dániel és Horváth Márk. Egyébként már nagyon-nagyon sok formációban játszottak ők együtt, így még nem, ilyen formában még nem, de már voltak duóba, trióba, besodromba, itt ott mindenhol. A zenekar történetével kapcsolatosan mit tudnál elmondani, mikor alakult a zenekar, és honnan jött az ötlet a zenekar alapításra? A zenekar története rövid.
mivel 2014. júniusában alapítottuk Lombos Pállal a Bőgőssel. Az ötlet az már nagyon régóta megvolt, hogy valami újabbat, poposabbat csináljunk. A alapvető stílussal, a francia manuszfiggel már évek óta foglalkozunk mind a ketten. Én, mint szervező, meg mint a zenének, ennek a stílusnak a szerelmese, Pali meg mint művelője. És hogy legyen valami olyan, amivel ki lehet törni ebből a rétegzene kategóriából, ezt már nagyon régóta terveztük és szerveztük, de nyáron jött el az a pillanat. Egyébként egy nagyon hirtelen pillanat, amikor úgy döntöttünk, hogy most jött el az idő. A rövid fennállásunk alatt, mármint az eddigi rövid, mert remélem, hogy nagyon sokáig fogunk még fennállni, az alatt elég sok minden történt velünk, és nagyon hirtelen, hiszen az első számunk, a Tavasz nyár ösztél, az azonnal bekerült a rádiókba. Majd azonnal elkezdtünk dolgozni az első kislemezen, ami decemberben ki is jött. És ugyanakkor, amikor a decemberben kijött a kislemez, ugyanakkor kaptam a hírt, hogy a 2015-ös dal, az Magyar vagy a Eurovíziós Dalfesztiválnak a magyar előválogatójába bekerültünk, a legjobb 30 közé, ami szintén egy nagyon nagy dolog. Közben lemezbemutató koncertünk volt, és országszerte rengeteg koncert, ami ugye most ez is a békési koncert is egy hosszú turnénak a mostani utolsó, de majd februárban folytattuk egyébként, csak most picit pihenőben nagyon-nagyon sok volt. Tehát egy hosszú turnésorozatnak a befejezése. Már most megszeretjük a közösséget, hiszen a bőgőszólót tapsolták meg, ami ezért a jazzere világával annyira nem gyakori, úgyhogy gratulálok is összeg. Most pár, bőgő. Szóval mi vagyunk a Pangasztik zenekar, Budapestre érkeztünk jelenleg. Én egyébként itt nőttem fel Békésen, ezt biztos nagyon sokan tudják, főleg anyukámék, akik ott ülnek, nagymamám is. Viszont hat tagúak vagyunk alapjáraton, sajnos Eresvi most koronitus azért nem tudott eljönni, mert mi ugyan nagyon sajnáljuk, de őt annyi, vagy nem azt sajnáljuk, hogy ő nincs itt, de őt annyira nem, mert jelenleg Lyonban kb. 4-5 ezer fős elemben játszik a 100 tagú zenekar, ami szólista. Úgyhogy azért nincs itt most velünk. De majd legközelebb jön. Első számunk egy itt is dalnak a feldolgozása lesz, aztán majd később rátérünk a saját számunkra is. Pányér Bizdu, Sönne. A zenekar stílusa tehát a Django Pop. Van-e esetleg példaképetek? Django Reinhardt egyértelműen. Igen, hát ugye Django Reinhardt az sokak számára. Mindenki, aki a Django-t hallja először, az azt hiszi, hát főleg most az utóbbi években, hogy ez a Tarantino film, vagy valami hozzá kapcsolódó. De nem, mert ő a 20-as, 30-as években él belga származású szintú cigány. Tehát ez a zene alapvetően egy cigányzene, a cigányzenének egy fajtája, és azon belül is hát úgy tágabban a jazznek egy fajtája, az európai jazznek, amit gypsy jazz, gypsy swing, francia manu swing sokféle módon lehet emlegetni, és ő volt ennek a műfajnak a megalkotója. Tehát nyilván ő a példaképünk is, szerintem mindannyiunk számára. Ezen belül pedig a popzenében is ugye vannak olyanok, akik szívesen követ az ember, de ebből viszont rengeteg van. Szóval az örök etalon az Django Reinhardt. Ha a jövőre tekintünk, mi a hosszú távú célja a zenekarnak? Egyelőre a nagy lemez. Nyáron fog kijönni a nagy lemezünk, ami az ugye a kis lemez után most még jó pár számot meg kell csinálnunk és dolgoznunk rajta. Szerintem nagyon sok minden fog múlni azon, hogy az Eurovízión esetleg tovább jutunk, vagy nem, de igazából nem is az a célunk, hogy tovább jussunk, vagy kijussunk. Persze szép ajándék lenne az élettől, de az a célunk, hogy ezt a műfajt többen megismerjék és befogadják és jobban szeressék. De igazából hosszú távú célunk az ez. Minél több emberhez eljusson, minél többen szeressék. A mai napon Békésvárosában léptek fel a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban, mint ahogyan már említettem, és ez azért is különleges alkalom, hiszen te békési vagy. Milyen érzésekkel állsz színpadra? Sokkal jobban izgulok, mint szoktam. Most volt a MIPA-ban teltházas koncertünk, és azelőtt is izgultam, mert azért 1400 ember előtt énekelni, hát nem akarom elmondani, hogy milyen érzést, minden vizsgámat kenterbe veri, de akkor nem izgultam annyira, mint most, mert itt ugye olyan emberek előtt kell bizonyítani, akik már ismernek pici kislánykorom óta, és nem tudom, anyadik embertől hallom a sztorit, hogy ülök a hintán, és akkor mindig ugyanazt a számot énekelem, hogy zuga-volga, hadd zugjon csak az a dolga, tehát nem is emlékszem erre, és hogy abból meg kéne mutatni, hogy miért is vagyok most itt, miért kerültünk be, miért van egyre több rajongónk, állisnek. Tehát, hogy most valamit meg kell mutatni itt az embereknek, amitől nyilván nagyobb a nyomás, és
dolog. De egyébként nagyon-nagyon jó érzés, hogy meghívtak minket, és hogy ennyien eljöttek, és szeretettel várnak. A Cseh Tamás program keretében február 7-én Békésen az alig 3 év alatt nagy utat bejárt Egri Hungari Dím zenekar ad majd koncertet. A csapat 2011 márciusában alakult meg, azért, hogy népzenei elemek és különböző stílusok ötvözetével lendületes, könnyen befogadható, kellemes zenét játszon. Az idei év nagy lehetőségeket tartogat a zenekar számára, ugyanis a Cseh Tamás program 2 alapprogramjában is sikeresen pályáztak. A Hungari Dím jelenleg első nagylemezén és videóklipjén dolgozik. A békési koncert után Békés Csabán az Elefánt Klubban a Geri Moore emlékzenekar adott koncertet a Csabai Csípős Blues Club szervezésében. A klub pályázott és nyert is a Cseh Tamás program 2. alprogramjában. Geri Moore klasszikusai csendültek fel ezen az estén az Elefánt Klubban. Első mondatom arról szólna, hogy a Csabai Csípős Blues Club és a Békés Csabai Blues élet élt, él és élni fog, és szeretettel köszöntök mindenkit a Csabai Csípős Blues Club tagsága nevében a 2015 tavaszi programsorozat első koncertjén. Ugye nem régen léptek le ezekről a deszkákról Tátrai Tibiék, akik egy fergeteges estét varázsoltak ide gitárpárbajukkal december végén, karácsony előtt, és alig aludtunk néhányat, és ismét egy fergeteges estének nézünk elébe. Nagyon bízom benne, hogy a Geri Moore emlékzenekar megismétli azokat a sikereket, amiket már itt a sokat látott közönség átért korábban. Én voltam olyan szerencsés, nem tudom, vannak-e itt még a teremben olyanok, akik 2009-ben, közel 2 évvel Geri Moore halála előtt Pesten a Szima csarnokban még a legutolsó magyarországi koncertjén én láttam, talán mások is voltak. Úgyhogy nekem ez az utolsó élő emlékem az ő felejthetetlen, és azt gondolom, hogy majdnem, hogy utánozhatatlan gitárjátékáról. Zseniális, egy zseni volt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen ír származását követően kipróbált ugye 60-as évek végén, 70-es években a beat korszak aranykorszakát, akkor zenekarokban szólógitározott, ugye a Colosseum 2-es csapatban, Skid Row-ban, aki ismeri vagy nem ismeri, keressen rá, hallgassa meg abból az időszakból a legjobb számait. Aztán ugye a szólókarriert indított, és a legendásabbnál legendásabb számokat, dalokat, mert néhányszor dalokat is írt és játszott. Biztos sokan emlékeztek a romantikus blues balladáira. Lesznek ma este blues balladáikból? Lesz a repertoárról? Lesz? Jó, köszönjük szépen. Fiúknak, lányoknak ez egyaránt jó hír, azt gondolom. És hát Magyarországon nem csak ma itt most, hanem úgy tudom, hogy vannak a Geri Moore emlékének olyan felkarolói, akik talán minden évben Geri Moore halálának napján, vagy születésének napján, nem is tudom, születésének köszönöm szépen Vámos Zsoltnak, születésének napján mindig van egy Geri Moore emlék koncert Pesten. Tehát akkora művész volt, nyugodtan mondhatjuk így, hogy azt gondolom, hogy a rock történelem, a blues és rockrajongók sohasem fogják elfelejteni. A hazai Geri Moore kultusz talán legjobb, leghitelesebb ápolói a Geri Moore emlékzenekar, akiket nagy szeretettel köszöntünk Békés Csabán!
Vámos Zsolt zenekarvezetőt bemutatom, és ő majd megteszi természetesen, hogy a zenekar többi tagját, akik saját hangszerükön, illetve az énekes nagyszerű zenészek, és biztos, hogy nagyon, nagyon jó koncertben lesz részünk. A műsor legelején talán a rockosabb, zúzósabb rhythm and blues dalok jönnek, és aztán a legendásabb, ismertek nóták a végén. De hát ez a zenekar döntése, a zenekar sajátja természetesen, hogy a mai műsort hogy állítottátok össze. Kívánok nektek értő és lelkes közönséget, a közönségnek pedig nagyszerű koncertet. Köszönöm szépen! Jó estét, sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Mi alapvetően Gary Moore-nak a rockos korszakára alakultunk. Elsődleges célunk az volt, hogy a rockzenét ápoljuk tovább, de hát őnek ugye két olyan fontos korszaka volt a rockon kívül, a hard rockon kívül, ugye a blues korszaka, ami legalább akkora, ha nem nagyobb korszak lett belőle. És hát olyan gyöngyszemekkel van tele ez a blues korszak, hogy mi is ezeket próbáljuk minél jobban hagyományát venni, illetve hát ezt az óriási zenei örökséget próbáljuk a magunk szerény eszközeivel ápolni. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyit a zenekar dolgairól, céljairól. A tagokat azért hagyj mutassam be, mielőtt elindulunk. Doboknál Szent Mihály Gábor. És el. Basszusgitáron Ezőfi Józsi kollega. Billentyűknél egy szemtelenül fiatal ember, Szebélyén Dániel, aki egyébként vokálozik is, rettenetes módon, és a zenekar énekese, Kis Zoltán. Ugye annyiban még egy mondat erejéig csak annyit, hogy annyiban speciális ez a történet, hogy ugye Gary Moore egy személyben volt énekes, gitáros, zeneszerző. Ugye még egy ilyen ember, azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy nem lesz. A múltban is nagyon kevés volt, szerintem egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz ilyen ember, aki egy személyben volt óriási énekes, óriási gitáros és óriási zeneszerző. Itt mi ugye megpróbálunk mindannyian ezt az egy embert megpróbáljuk mindannyian együtt valahogy megjelenteni. Köszönöm szépen a hallgatást! Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, a gitárokra Vámos Zsolt! Békés Csabán élő blues rajongók nagyon szeretik a Csabai Csípős Blues Club rendezvényeit, és mindig törődtünk azzal, hogy színvonalas jó műsort állítsunk össze tavasszal, illetve ősszel a program sorozaton. Természetesen ahhoz, hogy jó programot állítsunk össze, az anyagiak szükségesek, ezért vágott bele a klub elnöksége abba, hogy pályázatot nyújtott be a Cseh Tamás programba, és nagy örömünkre szolgál természetesen, amikor megtudtuk, hogy nyert a pályázatunk. Ez ad arra alapot, hogy Békés Csabán 2015 januárjától 2015 júniusáig megrendezzünk 8 koncertet, ezek mind klubkoncertek lesznek, és ezzel további örömet okozunk a blúzrajongóknak, Békés Csabán és Békés Csabán kívülieknek egyaránt. Hogyan készültek a pályázatra? Az elnökség 5 tagú a klubnál, és természetesen demokratikusan döntöttünk arról,
hogy a pályázatot benyújtjuk, milyen programot szeretnénk megvalósítani a siker esetén. Természetesen voltak egyeztetések a benyújtott pályázat előtt. Azt céloztuk, hogy olyan koncertekhez próbáljunk támogatást szerezni, amelyek egyrészt idehozzák Magyarország talán leghíresebb blueszenészeit, programjait, de helyet kapjanak a helyi tehetségek is. Így állítottuk össze azt a műsorprogramot 2015 tavaszára, amelyet végül is így az alap támogatott. Hogyha rátérünk a konkrét programokra, milyen zenekarok vendégeskednek majd itt Békés Csabán a program keretében? Nagyon sok igényt kellett ugye kielégítenünk tavasszal is, hiszen végül is 8 koncertet tartunk Békés Csabán. A nyitó koncert ma este a Gerimbur Emlékzenekar koncertje, amely hát azt gondolom, hogy fergeteges lesz, és biztos vagyok, hogy teltház fogadja a zenekart, és onnantól már csak rajtuk fog múlni, hogy mennyire lesz sikeres a ma este. Emellett Ferenci György fog fellépni, Tátrai Tibor fog fellépni, Babos Gyula fog fellépni. Tóth Verának van egy olyan formációja, amely blues és funky műsort ad elő, és emellett Békés Csaba és Békés megyei helyi fiatal zenészek is, akik a szárnyaikat próbálgatják, fel fognak lépni a tavaszi műsorprogramban. Sokan tudják, hogy a Gary Moore 2011. február 6-án hunyt el, és ezzel egy óriási űrt hagyott maga után a világ rock, blues zenében, hagyományaiban, és hát én gyakorlatilag egész gyerekkorom óta az ő zenéjén nőttem föl, és amikor meghalt Gary, akkor vettem a fejembe, hogy valamiképpen a saját szerém eszközeimmel megpróbálom az ő dalait minél inkább, minél hitelesebben megtanulni és minél hitelesebben előadni. És 2011-ben, ahogy ő meghalt, még abban az évben elindult egy Magyarországon egy ilyen emlékest hagyomány, amin én fölléptem vendégként. És utána azt gondoltam, hogy most már egy konkrét zenekart is szervezek erre a dologra, mert Magyarországon egyrészt nagyon kevesen játszák, sőt a világon nagyon kevesen játszák ezeket a dalokat jól és hitelesen, és hát a maga megemlékezés is olyan esemény, ami nagyon ritka és nagyon, nagyon különleges. Emiatt gondoltam, hogy megszervezem azt a zenekart. A zenekar rendszeresen fellép Gary Moore testvérével. Milyen érzés együtt zenélni vele? Hú, zseniális, nagyon jó. Nagyon-nagyon jó, és ugye kevesebben ismerik, nyilván ugye Gary volt úgymond a sztár, de Cliff egy remek, Cliff Moore, Moore, mindig rossz beidegződés, tehát Cliff Moore. Egyrészt egy remek pali, tehát egy zseniális arc, és egy nagyon-nagyon-nagyon jó zenész. Meg sem próbál, sokan mondják, jaj, megpróbál megélni a bátyának a úgymond a farvizén próbál levezni, ez nem így van, mert nem Gary Moore számokat játszani, saját zenekora van, és egy remek társaság, és ő is egy remek ember. Ő kifejezetten távol is tartja magát ettől a dologtól, tehát ő semmiképpen sem akar a bátyának a híréből profitálni. Egyébként egy tündéri ember, nagyon jó barátok lettünk, azt merem mondani, hogy végtelen jó barátok lettünk. És hát a színpadon együtt fönt állni vele, az én számomra nagyon megrázó is egyben, mert általában én szoktam a színpadon jobb oldalt lenni, ő pedig bal oldalon, és nagyon furcsa érzés, mikor elindul a nóta, elindul a dal, és akkor én nézek balra, és tulajdonképpen egy pillanatra az az érzés, mint hogy a Gary lenne ott, mert egyébként nagyon hasonlítanak is egymással, meg hát mégiscsak a vére, és ugye együtt nőttek föl, együtt gitároztak, azt a stílust játszották mind a ketten,
Tehát azért a Cliffnek a játékán is hallható a Gerinek a stílusa. Egy borzasztó tüneményes ember, nagyon, nagyon korrekt ember, nagyon jó zenész és nagyon jó gitáros. Nagyon szeretjük. A mai napon, mint már említettem, az Elefánt Klubban lép fel a zenekar. Milyen műsorral készültetek? A Gerinek ugye két fontos nagy korszaka volt. Volt egyszer egy hard rockos, rockos korszaka, illetve volt neki egy metalos korszaka is, amiről kevesebben tudnak, hogy gyakorlatilag ő volt az egyik megalapítója a heavy metal stílusnak. Ugye a Black Sabbath mellett a 70-es években. De mi főleg a hard rockos korszakából játszottunk az első időkben inkább. Főleg a kelta indítatású vonal, hard rock vonalból, ami ma is meg lesz néhány dal erejéig ebben a műsorunkban, de aztán utána már elkezdtünk a blues vonallal is foglalkozni, mert ugye a Gerinek a nagyobbik, második nagy korszaka az a blues korszak volt, a blues rock korszak, és most már a mi műsorunknak is egy tetemes részét teszik ki az ő blues szerzeménynek egy... Szinte azt kell, hogy mondjam, talán a 60-70%-a már a műsorunknak azokból van. A mai napon Békés Csabán találkozhat a zenekarral a közönség. Legközelebb hol láthatnak titeket? Havi rendszerességgel lépünk föl Budapesten, a Backstage Klubba. Most február-márciusban is ott leszünk. Mind a két hónapban 12-én egyébként, ha valaki esetleg Csabáról arra járna. Ami viszont a legfontosabb, hogy amiről Zsolt már beszélt az imént, ez az éves nagy rendezvény, amikor megemlékezünk Geriről. Az idén is április, hát még nem, sajnos nem tisztázott, de vagy április 3-án, vagy április 4-én lesz az A38 hajón Budapesten, de erről időben természetesen a megfelelő fórumokon mindenkit értesítünk majd. Annyit azért tudni kell erről, hogy azért van a harmadika, illetve április 3 vagy 4 kitűzve, mert a Gerinek a születésnapja április 4-e, és általában április 4-ét tűzzük ki mindig erre a megemlékezésre, de van, mikor ugye a helyfoglalás miatt kénytelenek vagyunk egy kicsit módosítani. Tavaly is 3-ára esett, lehet, hogy ebbe az évben is 3-á lesz. Tehát vagy április 3 vagy április 4 lesz az A38 hajón Budapesten. És végül, hogyha meg kellene fogalmazni egy célt, akkor mi a hosszú távú célja a Geri Moore emlékzenekarnak? Hát kizárólagosan azt gondolom, hogy a Gerinek a zenei munkásságát, a zenei hagyatékát, én így szoktam mondani, a zenei hagyatékát valamiképpen fönn kell tartani, mert egy olyan kincs van, olyan dolgot tett le az asztalra Geri az alatt a 30-40 év alatt, ami azt gondolom, hogy érdemes arra, hogy az idők végezetéig fönnmaradjon, és ez a célja ennek a zenekarnak is, hogy az ő szerzeményei halhatatlanak legyenek. Műsorunk végéhez közeledve szemezgessünk az elkövetkezendő időszak programjaiból. Február 21-én két koncertet is megrendeznek Szolnokon a Tisza moziban a Cseh Tamás program keretében. Elsőként a 2007-ben alakult Maszkura és a Tücsök Raj lép fel,
A csapat az újkori magyar dalszerző zenekarok egyik legmagasabb művészi színvonalon zenélő bandája, mely folyamatosan sikerrel koncertezik a hazai klubokban és fesztiválokon. Emellett az Elefánt zenekarral is találkozhat a közönség Szolnokon. A csapat 2012. januárja óta Budapesten együtt zenélő, egyébként szombathelyi gyökerű fiatalokból áll. Február 7-én Szarvason a Zebra Klubban a Calm Spirit zenekar ad majd koncertet. A zenekar 2010-ben Berényi Gábor producer és Barabás János gitáros együttműködésével indult. A koncepció berhő lassabb, trip-hop-szerű zenéin és János 60-as éveket idéző gitár témáin alapul, kiegészülve azóta hangszeres zenészek játékával, melyet Kanizsa Georgina énekhangja koronáz meg. Február 7-én a Hungaritim zenekarral találkozhat a közönség Békésvárosában. A csapat 2011 márciusa óta működik. Céljuk, hogy különböző stílusok ötvözetével egy lendületes, könnyen befogadható, mégis sokszor hallgatható zenét hozzanak létre. Köszönöm figyelmüket, Önök a Születtem Magyarországon című műsorunkat látták. Egy hét múlva január 31-én Bodor Márta várja majd Önöket könnyű zenei műsorral itt a Mezőtúri Városi Televízióban. További szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!